az erdélyi magyar minőségi rockzenéért. Ezzel a mottóval szervezték meg a 9. rock karácsonyt Kézdivásárhelyen. Már a rendszerváltás után a helyi zenekarok a karácsony előtti napokban összejöttek egy kis örömzenélésre. Hagyományteremtő szándékkal azonban 2009-ben indult útjára az erdélyi élőzenének és a dalszerzésnek teret biztosító kétnapos zenei rendezvény. Valamikor úgy gondoltam, hogy a legjobb módja annak, hogy megmaradjunk itt Székelyföldön, mutassuk meg, hogy van saját zenénk, hiszen minden résztvevő zenekarnak saját karácsonyi rocknótát kell írni, és két saját nótát. A fesztivál célja ugyanakkor az is, hogy fiatal tehetséges gyerekzenekarokat kutasson fel, így az idén is ők csaptak elsőként a húrok közé. A rock karácsonyon sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, budapesti és paksi együttesek mutatkoztak be. Itt összegyűl a magyarság, meg a rockzenét életbe tartják, fenntartják, szerintem ez egy nagyon szuper dolog, amit létrehoznak. A dallamos magyar rockvonalat képviselők mellett a pop-rock, blues-zenét játszók is hangot adtak a bennük levő lázadó érzésnek, de a kemény metál is előtört a rock karácsonyon. Hangosítás zseniális, tehát a mi időnk az képest, ez egyszerűen elképesztő. És jók, és a fiatalok tényleg nagyon jók. Csak arról énekelek, amit igaznak hiszen. A résztvevők a rock karácsony záró napján közösen eléneklik a fesztivál himnuszát, a Piramis Együttes Ajándék című számát, együtt ünnepelnek és minőségi élőzenével köszöntik a karácsonyt.